Már volt korábban egy Battle Pass itt a játékban, viszont az elég rövid volt, most itt van egy teljes Battle Pass, ami 35 tírből áll, és ez a nagy bajnoksághoz vezető út. Van egy Road to Six Invitational 2020 event, ez már nem sokáig van a játékban, viszont a Battle Pass az több mint 30 napig a játékban volt, én most vettem ezt észre, amikor a videót készítem, emellett még Vigil születésnapi kihívása van itt. Na lássuk, mi újság ezzel a Battle Pass-szel. There is that which we know and that which we don't. But it is always that which we don't know. That poses the greatest danger. Imagine the past and the present transmuted together into the best possible future. We will start with the stadium. We will take what was old and breathe new life into it. The echoes of heroes past will become cheers of champions future. They will come from every part of the globe so that they may face their greatest adversaries, each other, and ultimately, themselves. Here in this crucible, we will come together so that we may be stronger apart. Welcome to the program. Na, itt van a programunk, ez a mai napon kezdődik, itt van az előrehaladás, itt vannak a tírek egymás után. Sledge-nek itt a bundle, habár úgy látom itt két sor van, van az ingyenes és van a prémium, azt meg lehet vásárolni. Lássuk, mik vannak, itt van itt Charm, Renown Booster, akkor Skin, Alpha Pakkok, Charmok, vannak itt skinek karakterekre is, illetve kapunk vissza a Rainbow Six Creditet is. És ez itt a kettő utolsó dolog, egy Charm, ez a Finisher, illetve itt van ez a fegyver skin. Amit itt lehet feloldani, az máskor nem lehet majd megtenni. A prémiumot, hogyha megvásároljuk, akkor van kettő fajta Premium Pass. Van a sima, az 840-be kerül, mert nekem megvolt a Year Pass, illetve itt van a Bundle, amivel 12 tírt is kapok, de az sokkal drágább. Én szerintem ezt a simát megveszem, és akkor reméljük el tudok jutni a végéig. De lehet, hogy ezt a 840-et vissza is kapom, nem számoltam meg, hogy összesen mennyit kapok vissza Rainbow Six Creditbe. Na itt vannak a kihívások, azt mondja a Community kihívás, hogy nyerjünk köröket, ez majd gondolom összejön a közösséggel, és itt vannak személyi kihívások is. Ezek mondjuk nem tudom milyen gyakran update elődnek, de itt van, hogy egymás után nyerjünk hármat, védőknek a kütyüjeit 40-et pusztítsunk el, támadó drónokat 40-et, és hangtompítós killeket kell 60-at gyűjteni, és az jó sok. Ez ad plusz 850-et, de szerintem máshogy is lehet. Igen, itt van, játszunk multiplayer meccseket, és ha győzünk vagy vesztünk, akkor is kapunk előrehaladást, szóval ugyanaz, mint múltkor. És itt van ez az event, ez egy kicsit megváltoztatja a játékot, igazából csak a pályával, mert a stadionba játszódik, de ugyanúgy 55, 3 perces a bombás, és lehet operálni. Bannolni. Na, lássuk ez milyen. Úgy látom, itt meg lehet csodálni az új fajta skineket, jövök mozival. Oh. Jaj, de komoly, tényleg. Tényleg is stadionos. Bár nem tudom, mintha ismerős lenne nekem ez a pály. Kialakítása. Itt mondjuk nem tudunk kilőni, úgy tűnik. Akartak lejönni. Itt akar bejönni. Le is jött, nála voltam. Right, right. Okay.
15 seconds left. Hú, első kör szép volt.